Sabát salom! Köszönet is áll az atyának, Lának. Sabát van, ma fogjuk befejezni egy királyok könyvét, és a Szukót nagy kvízig nem is kell készülni senkinek semmiből. Mindenki fellélegezhet egy hónapig, ne küldjön senki semmit nekem. Majd ha mondom, hogy elindul a küldés, meg a felkészülés, akkor fel lehet készülni. Fel lehet készülni, meg fel kell készülni. A nagy kvíz az pedig egy óriás nagy kvíz lesz, hogy mindenki felkészül. Minden évben egyre nagyobb a kvíz, de ez egy két napos kvíz. Ilyen másfél órás alvás. Két napos kvíz, és 30 különböző játék. Négy műsor van a kvíz. 5 különböző. Petőfi szállóba átindulunk, és Nyíregyházát megkerülve jövünk vissza ide. Quiz. 40 kamion. Így készül mindenki a nagy quiz. De hát 7 kérdésen készül, ahogy szokta. Királyok, egy király utolsó 5 fejezetéből kellett felkészülni. Nem beszéltek ott is. 7 kérdéssel élőadásból lesz. Kérdés, melyik élőadásból olvastam, ez egy ilyen... csapatpárbaj, de ezt mindenki tudja, hogy hogy működik. Azután lesz 5 kép, ez képes kvíz lesz, ki kell találni a történetet, miről szól a kép, és a legvégén ahonnan olvastam, sok sikert. Pontos kérdés az elején, egy nehéz egy pontos kérdés, 19-es fejezet 15-től 17-ig. És menjen királyá ezt a kettőt, és egy harmadikat prófétává. És lézzen, hogy aki megmenekedik ennek fegyverétől, az ezt öli meg, és aki megmenekedik ennek fegyverétől, az majd az öli meg. A kérdésem az, hogy kiket kent fel Illés, kikről beszél itt ez a szakasz? Két király kent fel, és egy prófétát. Ki miért van párnám? Ki a két király, és ki a próféta? Bocs. Pisti? Tessék, itt állsz. Hát, de én is ezt akartam csinálni, csak szomorú, hogy ezt külön. Egyet segítetsz, a három közül egyet mondhatsz. Jó, van, jó, hogy nem is megszólalom. Akkor én is szólalom. Ez egy pont, persze. És mivel megyünk tovább? Kettő kirányát? Megkondolom. Kettő király. De mikor? De úgy szövetség. Meg ezután. Kettő királyok, és azután jubileum. Az egyik, akit felkent, az Hazael, Jéhu, a másik, és Elizeus. Hazael, Jéhu, Elizeus. Második kérdés, ki mondta kinek? És itt három. Ez három szakaszból fog állni. Ha kettőt tudsz, az egy pont, és ha mind a hármat tudod, akkor jár a két pont. A kérdésem az, hogy kimondta kinek, ezt rád találtam. Rád találtam. Ki mondta kinek? Most írjuk, vagy... Írjátok le most, persze. Didelem, úgy tudom. Elmondom a másodikat. A második az az, hogy vidd vissza őt a város fejedelméhez. Még egyszer. A második, vidd vissza őt a város fejedelméhez. Ki mondja kinek? De lehet az, hogy mindegyikért adok egy pontot. Az meg jó. Mindegyikért adok egy pontot. Tehát három pontot lehet összeszedni. És a harmadik az, hogy kérdezősködjél még ma. Na. Kérdezősködjél még ma, hát ugye nyilván folytatódik, de azt nem akartam. Hát itt mondom annak, aki hallgatja, meg nézi, hogy hossza meg, lájkolja, több emberhez eljut, meg a hozzászólásokba odaírhatja, hogy mi az, amire tudta a választ, meg mi az, amire nem tudta a választ. Nem, mindig egy pont, Norbi, rád találta. Ki mondta kinek? Akább Illés. Akább Illésnek? Fordítva, de megadom, jó, megadom, mert az egyik az egy ilyen majdnem ezt. Jó, vidd vissza őt a város fejedelméhez, Erika. Mi az, Józsabát, vagy mi az?
Igen, igen, jó. Mondta, vagy mit Mikás, vitte vissza. Vagy... Nem a szolgálat. Mi szolgálat? Mondta, hogy Mikás vigye a... Na, most kinek kinek nap Ahát mondta, hogy... Vigye vissza Mikást. Vigye vissza Mikást, Ammonba a... Milyen? Igen, igazad van, de kinek mondta az a kérdés, hogy kinek mondta ki ezt a hát? Kipírtatok azt mondom, hogy... Mi van odaírva? Mi a szőszásokat írva? Mi van odaírva? Akár Mikásnak adnom. Fogadjuk, de ahogy Sedékiásnak mondta, hogy vigye vissza Mikiás. Így van, elfogadjuk, mert amúgy jó. Kérdezősködjél még ma. Jósafát mondta a... Így van! Jósafát mondta a hamlát. De a Mikiás előtt. A harmadik kérdés, az három pont lesz, a közös összejáték, kikinek a fia, két oszlopot kell írnatok, egy baloldali oszlopot és egy jobboldali oszlopot össze kell kötni, és minden egyes válasz után jár a fél pont, így jön össze a hat pont, a bocsánat, a három pont, és lefele kerekítünk. Ha másfél pontod van, akkor csak egy pontod van, sajnál. Mondom, miért kerül a baloldali oszlopba, Nimsi fia. Nimsi fia alá megy, Csáfát fia. Csáfát fia alá, Ahia fia. Jemla fia. Következő. Jemla fia. Jemla alá, Kénaána. Kénaána fia, bocsánat. Aha, Kénaána fia. Hát így írja. Igen, jó, de sem. Igen, azt a kínálához kell húzni, az kész. Akkor jó. Alá, Jócsafát fia. Csak megy a jobb oldali oszlop. Jócsafát? Nincs kéne. Jobb oldali oszlop, Mikiás. Tehát egy gyereke, ezek már a gyereke. Mikiás. Alá, Jórám. Jórámot követi Sedékiás. Elizeus a következő. Alá, Jéhu. Baása és Asa. Tudom, hogy hetet mondtam, de az egyik az kakuk tojás, ez a nehezítés. Tehát az egyiket, az egyik fiú nem kell húzni sehová. Most megint most leszem. Nagyon sok vagy, és azt kell tudni, hogy anyjának őnök tűnő, bárhagyja. Igen. Morog. Rendben mehet. Attila elmondja, hogy Nimsi fia volt. Nimsi fia. És Sápád fia ki volt Attila? Sápád fia volt elég, de hogy Ahia fia. Igen. Ahia fia? Nem, hanem Baása. Jemla fia volt. Árik Gábor. Jemla fia volt. Mikás. Kénaána fia volt Sedékiás és Jósafát fia volt. Jórám, tehát Asa a kakuk tojás. Asát nem kellett sehol. Akkor az fél pont. Negyedik kérdés, egy pontért. Nehezebb egy pont, de hát vagy ötele csapatban meg kell oldani. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket dúnyolni, Illés azt mondván, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten. Talán, vagy talán, vagy talán, és aztán megint egy gúny. Mi az a négy dolog, amivel gúnyolta Illés Baát? Négy dolog, amivel gúnyolta Illés Baát. Mi ez a négy dolog? Ha hármat tudsz, már adok egy pontot. Telefonál. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmélkedik. Vagy félremen. Ami a dolgát végzi, azt is elfogad. Vagy úton van, vagy talán aluszik és majd felserken. Elmélkedik félremet, ez a félremet, ez jelenteti a székelést is. A Biblia felfedett mondani, dolgát végzi. Háromra megváltozott egy pontot, ja. A ötödik
kérdés. A kedvence. Bibliai matematika. Ez az előző, ez A játék szabály az, hogy nem kommunikál senki a másikkal, rá se néz, nem piszeg, nem kacsint, nem mutogat lábával, se bögdös, kódszavakat se használ, semmit. Mindenki magába dolgozik, és nem mutatjátok meg a másiknak, hogy milyen eredmény jött ki, nem. Mindenki maga felé fordítja a telefont, és rá se néz a másikra. Fogok különböző matematikai műveleteket kell nektek összeadni, szorozni, kivonni egymással. Gyökölni is kell, majd meg százalékolni is. És aztán a végén mindenkinek kijön majd egy eredmény. Aztán azt megmutathatjátok egymást, amikor már megvagytok, teljesen mindenki, azt átlagoljátok, és azt az átlagot fogom elfogadni. Aki legközelebb jár, vagy eltalálja, az automatikusan kap 3 pontot, aki egyen messzebb van, az 2, aki annál is messzebb, az 1, és aki a legmesszebb jár, az 0 pontot kap. Akkor mondom is, hogy mi az, amiket össze kell adni egymással, meg szorozni, meg osztani. Hajjá! Az első feladvány az az, hogy Asher a prófétáit! Asher a prófétáit! Osszátok el a Akhátia uralkodásának éveivel! Tehát Asher a prófétái voltak valahányan, Akhátia uralkodott valahány évet, osszátok el ezzel. Aztán egyenlőségéjel kell nyomni. Aha. Na várjál. Ha ez a szám megvan, akkor adjátok hozzá a 10%-át azoknak, akikre rászakadt a fal Afekbe. Igen. Tehát valahány emberre rászakadt az Afeki fal, ennek a 10%-át kérem, adjátok hozzá ez a számhoz, ami már kijött. Biztos nem 1%. Aztán, ha megvan ez a szám, ebből vonjátok ki a tartomány fejedelmeinek fiait. Tehát a tartomány fejedelmeinek fiai voltak valahányan, vonjátok ki ezt a számot ebből a számból, ami már kijön. Hát ezek segítettek Ahábnak. Igen. Igen, valahányan. Ifjai. Mit mondtam? Ilyen ifjai, nem fiai. Ott van, ahány király segített Ben-Hadádnak Szamária ostrománál. Tehát Ben-Hadádnak segített valahány király a szamáriai ostromnál. Azt elküldted nekem. Nem baj, te elküldted. Nem baj, hogy akkor mondjuk milyen számot osztok. A törtszámot kaptál meg kerekíted, de amúgy ez egy kerekszám. Nem baj, mert az átlagot ott már kijöhet egy kerekszám. Na, nektek milyen átlag jött? 79. Nekik 79-es átlag jött ki nektek? 91. Az is jó. Nektek? Milyen átlag jött ki, Orbi? 30-as, és nektek ott hátul már? 89 átlag jött ki. Jó, mert amúgy a helyes válasz az 74, az lesz a... Akkor 67 az eredmény, és akkor számolják, hogy ki áll legközelebb. Viktor, mondjál szólnak az egész elmét. Az most is jöhet, mert ízé, pár baj következik még hozzá. A melyik fejezetben olvasom pár. Most még csak következik. Itt lesznek csak majd differenciák. Elkezdtek olvasni, minden csapatból kiáll egy ember. Én olvasok egy szakaszt. Megvárjuk szépen, amíg valamelyik csapatból a párbajozó fél felteszi a kezét. Ha felteszed a kezed, akkor mondanod kell, hogy melyik fejezetből olvastam, ha olyan kemény vagy, hogy felmered tenni a kezed. Ha tudod, akkor 2 pontot kapsz. Ha nem tudod, akkor -2 pontot kapsz. De ha tudod, akkor +2 kapsz, és minden ellenfeled -1. Ez világos, nem? Tehát ha tudod, +2 kapsz, és minden ellenfelet kap -1 pontot azért, mert jutalmaznak azért, mert felmerted tenni a kezed, és mersz rá válaszolni. 20 másodperc után, ha senki nem tudja, akkor mindenkitől fogok kérdezni,
és ahány fejezetet tévedsz, annyiszor mínusz egy pont, ha tudod, akkor automatikusan kettő pont, nem tudom, ez világos. Ha nem lehet feltélnek ezzet, nem baj, mert 20 másodperc van, így is el kell mondanod, hogy melyik fejezet van olvasni. Nagyon egyszerű. Na, választottak egy bármajozót. Párvajozók felálltak, olvasom a szakaszt, nézzük a kezdeket, kimeri feltenni. Olvasom! Árnyékos van. Jó, nem áll. Jó, megy, olvasom. Mikor olvasom. Mikor pedig arra ment a király, kiállta a királyhoz. Mondta, a te szolgád kiment volt a hatba. 20. 20 mi? 20 perc. Jó, van eltalált. 20 mi? Jó, akkor két pont és mindenki állítani. Nem volt majd. Én most a cím egyébként. Már mondtam már. Visszeljön anyám. Nem lehet, hogy jól olvasom. Nem láttad-e, hogy Akáb, hogy megaláztam magát előttem? Mivel, hogy pedig megaláztam magát előttem, nem hozom reál veszedelmet. Ja, én. Az ő életi. Az jelentkezés. Ja, lesz. Ja. 21-es. Olvasom. Készen álltok? Eljöttetek az idejét. Megy. És három esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás Szíria belje és az Izrael között, de a harmadik esztendőben aláméne Jósafát Józsefnek fiú, a királya az Izrael királya. Igen? 22. Ez a 22-es fejezet. Az eleje. Utolsó! Utolsó! Pár, elég szép az a pár, boly. Jönnek a pontok. Hát? Edit. Mert? Pillanat, kiválasztom a szakad. Igen, borta itt beállt. Oké. Megy. Itt van. De meghagyok Izraelben 7000 embert, mindent érted, amely meg nem hajolt Baálnak. Igen? 19. Igen, ez a 19. Visszaosztatok egy kicsit. Bravo. Milyen bátor vagytok. Múlt héten nem voltatok ilyen bátor. Utolsó, igaz vagy hamis? Igaz vagy hamis? Az egy pontért. Hamis. Jórán nagyapjának, tehát Asának fiával. Jórán nagyapjának, Asának fiával, aki 35 éves korától 60 éves koráig uralkodott, és az 5. déli király volt a sorban. Na tehát, ezzel a királlyal a 9. északi király hajóútra akart menni, és ekkor pont Edomban nem is volt király. Jórán nagyapja volt Asa. Ennek a fia volt Jeroboám. Jeroboám 35 éves korától uralkodott 25 éven keresztül, bocsánat, Jósafát, uralkodott 35 éves korától 60 éves koráig, eddig igaz. És ő volt az 5. a rangsorban, mert Roboám, Abija, Asa, Jósafát és Jórán volt az 5. király délen. Na tehát ezzel a királlyal a 9. északi király akart hajóútra menni, a 8. volt Aháb, ennek fia volt Aházia, tehát a 9 is stimmel. Északi útra, a hajóútra akart elmenni a király, de Jósafát elutasította, és Edomnak ekkor tényleg nem volt király, csak valami helyettesítő király. Hogy minden csapatban, most ez igen, jó, minden csapatban 4 ember játszott egyszer, aztán így forgózhatok nekem, az is jó, és az lesz a játék lényege, hogy fel fogok olvasni vagy a 15-ös, tehát Jahu angyal a 15 vagy a Jahu angyal a 16-ból, ezt tudnatok kell. Az is lehet, hogy mind 15 lesz, vagy mind 16, és akkor jár a pont, ha legalább 3-an tudják, akkor tudok adni egy pontot, ha mind a 4-en tudjátok, akkor 2 pont. Ha csak 2-en tudják, az 0, ha 1 ember, az minusz 1 pont, ez világos, nem?
Ugyanaz van, figyeljetek már kicsit, ugyanaz van, mindenki magának dolgozik, nem kommunikál a másikra, csak leír egy számot, 16. És aztán, hogyha legalább 3-an tudják, akkor 1 pont, ha mind a 4-en tudjátok, akkor 2 pont, ha csak 2-en tudják, az 0, ha 1 ember, az mínusz 1, ha senki, akkor mínusz 2, ez egyszerű. Olvasom az első szakasz, mindenki magával dolgozik, olvasom. Olvasom. Ugyanarra gondolok, mint a legiszor. Az értelem ebben az esetben szó szerint összeküldést, vagy érthető kötelezőt fogalmazva összegyűjtés jelent, ezért is csodálkoztak a doktorok az ifjú képességein. Az ő korában nem várható el az embertől az a fajta átlátásra, feldolgozása és értelmezése az ismereteknek, amire ő képes volt. Az Elohim fia az ő szava, tehát valóban az ő elméjének általunk is megismerhető része. Beszéljünk akár a kinyilatkoztatott, különválasztott írásokban található ismeretekről, vagy az emberek között megjelenő élő hús, vér megváltóról és annak szavairól. Az Elohim elméje ezért megnyilvánul számunkra. A próféták, az apostolok a messiák szavaiban, tetteiben és gondolataiban egyaránt. Ha igen, ez van. Valósodtad, az engedelmes ember végső formájában Elohim kivetülése. Jaj, oké. Köszi. Micsoda, mondd még egyszer. Az engedelmes ember végső kivetülése. A helyes válasz, amiből olvastam az Jahu angyala, 15. Mi magunk okolja? Itt van ez a 15. Ha a titocsoknak, hát csak négyen játszanak egyszerre. Ha a kettőn kiszáll. Ha kettőn, 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 annyi. Akkor az nyíl. De nem azt mondtad, hogy miért játszol innen? Ezért ez az egyedüli és legfelsőbb istenség az értelemmel való emlékezés útján először a logoszt hozta létre. Jó. Nem a szót abban az értelemben, hogy a hang által artikulálódik, hanem mint a világegyetemnek az isteni elmében megfogant és ott lakozó értelmét, egyedül ő hozta létre a létező dolgot. A logoszt magában az atyában volt, magában hordozta elődjének akaratát, és nem volt tudatlan az atya elmét illetően. Kivételesen a 15 volt még mindig. Utolsó, az agy nélkül, nincs elme. Az agy az a szerkezeti egység, amelyből minden mentális művelet ered. Az agy egy funkcionális tevékenység. Az agy de funkcionális tevékenységeink összességét nevezzük elmének. Az agy az elme strukturális megfelelője. Az elme az agy funkcionális korrelátuma. Az agy egy szerkezeti entitás. Az elme nem szerkezeti entitás. Amit felolvastam, mi az első megjegyzésed? Mit írtál? 16-ot írt. Jó, már a 15-ből olvastam. Nagy izdatságok közepette, és ki kell találni belőle a történetet, és már lapozom, és az első kép az nem ez.
Kicsit kétetett volt. Egy pontért, mi a történet? Mi a sztori? Aha. És csöndesen beszéltek meg egymás között, látod, hogy egy a falnak is üle van. Mi a sztori? Ne, várj, Laci még gondolkodik. Nem csak ő. Nem csak ő. Nem, csak ő. Mi a történet? 5 másodperc múlva elolvasom. És ez? 2 királyok 22, 3-tól 9-ig, amikor a nép a templomban dolgozott, és Hilkia főpap megtalálta a törvényt. Hilkia megtalálja a tórat a kercset. Hát az a templom építése közben. A templomot építik, és tanulálják pontosabban, és akkor találja meg a papa. Következő. Hát ez könnyű lesz. Ó, igen, biztos. A pontér. Vagy mégsem. Na, igen. Mi is jön? Ne tudnak éves. Le akkor rohadt egy sírt, hogy így jön. Tudnád? Mit megy ez? Lehetetlen. Az lehetetlen, hogy te. Azt mondjuk, hogy mi oda is mentél megnézni, tíz napos. Kitábrázol a fény. Így már így. Steve PNT. Majd Robi elfogad. Gyerünk, Laci. Minden fontos ezen a képen. A csorrend is. Még a két kép mögötti háttér. Aludok még nem hallottál. Két háttér. Egy, Robi, mondd el, mi ez a kép. Hát ez amikor mondja a farizasra, úgy néztek ki, mint a messzás hír kívülről belül, meg rakoltak ilyen. Halottak csontjaival. Ki az, aki még tudta ezt, hogy ezt javult? Mindenki tudta. Mondtam, hogy könnyű lesz. Na, következő már, ez egy ilyen kegyelem kétpontos kép. Milyen? Ez egy kegyelem kétpontos kép. De miért két pont? Ez emlékszem. Hát egy ilyen kegyelem, mert nem fogja tudni mindenki. De hogy nem. Ezt még én is tudtam. Ez Gábor kitalálta szóval. Szóval könnyű. De ha egy csapat is kitalálja már. De csak a Viktor tudja, mert... Jó, nem jön, tényleg. De hát, hogyha kell, akkor a Viktor találja ki, ahogy nem érnik. Akkor ja, nem, akkor nagyon kell. Állj, Gábor, megkérjük, hogy mondjál, miről szól a kép. Az Bohus Gabi, ami? Vagy bocsánat, Bohus Gabi. Dániel. Igen, Dániel, amikor imádkozik az ablak, és jön ez a három karakter is, és feldobja. Végre egyszer felmondta ott. Következőt megmondhatom, de két pontért. Itt van. Ez egy kétrészes kép, levágtam a képnek a felét. Ha ebből kitalálod, mi a történet, két pont, ha a kép másik felét is meg fogom mutatni, ha csak abból találod ki, akkor már csak egy pont. Amelyre mutat, az van levágva? Tessék? Amelyre mutat, az van levágva. Hát elég gyanús. Gyanús? Gondolom, az ott nem az Adams Family-ből a kéz. De hát, ha ebből kitalálod, mi a történet, adok két pontot, ha csak a következő képből találod ki, adok egy pontot, és 15 másodpercet van, hogy kitalálod, különben lapoznom kell. 9. Itt a kép második fele, ha nem lett volna nyilvánvaló. Ez is fontos, itt hátul mi történik? Mi történik hátul? Ezt senki nem figyeli, mi? Dehogy nem. Ki az ott? Mi az ott? Nem nézted hátul. Nem, de így már. De így már világos. Na, igen. Na. Ja, tényleg. Nem is figyeli. Kitalálta ki egyből, mert ez a történet az, amikor Péter megtagadja a javusát. Igen, de azt a két pontot, azt tudja, hogy senki nem fel. Ebből ki tudta megmondani. De ki lehetett volna? Ki lehetett, hogy... Szerintem csak állasz. Már... Ha te szerkeszted a képet, hogy ki lehetett volna? Én négyet adtam volna, mint... Na! Utolsó! Utolsó kép ugyanez!
Egy történetet két képből csináltam meg, ha az első képből megvan, akkor két pont, ha csak a másodikból, akkor egy. Nagyjából mind a két kép nyilván ugyanazt a történetet mesélje, csak talán a második kép az kicsit könnyebb. Itt van. Mi a történet? Fontos, figyeljetek meg minden, mert amúgy árulkodó. Ha valakit érdekel, én kitaláltam. Persze, mert rákerestél a Google-on. Nem kerestem rá. Ezt csak feldobta és megtetszett a kép. Mondom, ez melyik Google is rá. És rájöttem. Tudom. Káosznak tűnik, de nem az. Jaj, jó kép. Ja, megvan. Káosznak tűnik, de nem káosz. Ha ebből a képből nem lettem, akkor talán ebből, de itt már csak egy pontot tudok. Ugyanaz a szóri, csak talán átláthatóbb egy fokkal. Ugyanez a vércsogás megy itt. Itt meg valaki ül van, pontos személy. A kis király. Ki az, akinek fogalma sincs még most se? Van ön csapat? Nem veszik be úgysem. Jó, tehát ez a történet az, amikor Atália... Atáliát lebüntetik, és ki ez? Joást, és Joást rakják. A bújtatott királyt rakják. Okay. Az meg Hilkia pap rakja trollra, tehát ez az a történet. A pucs. Hol olvasta? Elmondom a szabályt, még egyszer ne legyen dráma. Ha tudod a fejezetet, az két pont. A könyvet, bocsánat, az két pont. Ha tudod a fejezetet, ha a fejezetet tudod, az is két pont. A fejezet csak akkor számít, ha tudod a könyvet is, nem ez fel. Tehát akkor számít minden, ha a könyvet is tudod. Illetve a verset is megtippelheted plusz két pontért, de a vers csak akkor ér, ha tudod a könyvet is, és tudod a fejezetet is. De csak akkor ér a pont, a versért. A plusz pont. A verset, de ha nem tudod, az minusz kettő. Ha nem tudod a verset, az minusz kettő pont, de beírtad. De mindegy, hogy nem találod el a fejezetet. Mindenképp minusz pont, ha a vers nem talál. Olvasok. Atyám fiai! Ne legyetek sokan tanítók. Tudván azt, hogy sősebb ítéletünk lesz. Mert mindjárt sok képen védkeztünk, ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletesen nem képes az egész testét megszabolázni. Íme a lovaknak szájába szabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az egész testüket igazgatjuk. Íme a hajókon is lova mély nagyok. Erőszerektől a hajtotnak, mindazáltal igen kiskormánytól odafordítatnak, ahova a kormányos szándéka akarja. Ezen képen a nyelv is kicsinta, és nagy dobokkal hányja magát, íme csekély tűz, még nagy erőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége, úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeptősíti az egész testet. Hat verset olvastam, ha valakit érdekel, és ez a fejezet, ez kevesebb, ez a fejezet, ez kevesebb, mint 20 vers, oké? Szeretünk, hogy hol voltak tovább. Amit olvastam, az Jakab. 3, 8, 9, 1-6. 1-6. Jakab 3, 1-6. Ki az, aki tudta, hogy Jakab, és azt, hogy 3? Ti tudtok, hogy Jakab 3? Ja. Nagyon közel volt. Mit írtatok? 4 Mózes 3. Mikeás. Tehát, ahogy elmondtam az elején, nem lesz kész. 2 hét múlva, csak 3 hét, vagy 1 hónap múlva, nem tudom pontosan. A nagy kész, arra nem kell készülni, a nagyszerű játékok lesznek. Mindenki készül fel. Üdítővel, rágcsával. Nagyon hosszú lett. Köszönöm mindenkinek a részvételt és a kérdéseket, további kellemes sabbatot és halleluja! Halleluja!